Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Jövő Nemzedéke műsorunkat látják. Mostani beszélgető partnerem Anna lesz. Köszönöm, Anna, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged. Köszönöm a meghívást. Azt szeretném megkérdezni tőled így elsőként, hogy mit szabad tudni rólad, hol születtél, kikkel élsz egyáltalán, mit lehet tudni rólad így első körben. Budapesten születtem 2001-ben, most jelenleg az Emberbarát Alapítvány drogrehabilitációs otthonában tartózkodok. Anyukámmal és a húgommal élek egyébként. Mi történt veled, hogy itt az Emberbarát Alapítványnál kötöttél ki? 14 évesen gyermekotthonban laktam, és ott elkezdtem szert használni. Kinek a döntése volt, hogy te ide bekerültél? Hát a gyámügyi és anyukámé is egyben. Mióta tartózkodsz az intézménybe? Május óta, fél éve. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mit tanultál, milyen iskolába jártál? Tejelki András iparművészeti szakgimnáziumba jártam, és divattervezést tanultam. És hogy jött a divattervezés az életedbe? Igazából mindig érdekelt valamilyen szinten, főleg így a modellek, a modellekről van egy blogom is, Tumblr-on, és így velük kapcsolatba. És volt a környezetedben valaki, aki ezzel foglalkozott, esetleg láttad, és így kedvet kaptál hozzá, vagy magad gondoltad, hogy akkor ezzel foglalkoznál? Nem, teljesen, csak én magam. Mesélj egy kicsit erről a divattervezésről, hogy tudjuk ezt elképzelni, miből áll ez a munka, vagy miből áll ez a tanulás, amivel még kint foglalkoztál? Hát van kivitelezés óránk, vagyis volt kivitelezés óránk, tervezés óránk, meg heti 4 rajzóránk. Ez egy teljesen más világ, így a modellek, meg minden, az egy ilyen elvontabb világ. És a divattervezés igazából abból áll, hogy először lerajzoljuk, utána megtervezzük, és utána kivitelezzük az adott ruhát, és utána kerül bemutatásra. Nekem egy ruhám van, ami volt kifutón. És milyen ruhát készítettél? Az volt a lényeg, hogy újrahasznosított anyagból készüljön, és én fekete szúnyoghálóból csináltam egy ilyen tülhöz hasonló ruhát. Akkor feltételezem, hogy nagyon jól rajzolsz is, ugye? Tehát nem elég csak az, hogy valaki elképzeli a kollekciót, hanem azt akkor le is kell tudni jól rajzolni, gondolom, ugye? Igen, hát sokat tanultam rajzolni. Meg szabad időmben is rajzolok és festek, inkább festek. Még mindig ez a hobbid, mondhatjuk így, a rajzolás, festés? Igen. És hogyha nem ruhákkal foglalkozol, tehát nem ruhákat rajzolsz le, akkor miket szeretsz még festeni, meg rajzolni? Általában emberi arcokat szoktam így közelről, leginkább női arcokat. Mondtad, hogy ruhaipari szakgimnáziumba jártál, majd aztán bekerültél ide az Emberbarát Alapítványhoz. A tanulásod hogyan folytatódott itt? Hogyan tudsz foglalkozni akár ezzel a szakmával, amit szeretnél, vagy akár más jellegű tanulással? Hogyan vagy most ebben benne? Hát ezzel a szakmával sajnos itt bent nem tudok foglalkozni, de egyébként magántanulóként folytatom a 10. osztályt, és hát tanulom így az alaptantárgyakat. Biológia, irodalom, történelem. És hogyan haladsz, hogyan boldogulsz a tanulással? Hát jól megy, így könnyebb nekem, hogy magántanuló vagyok. Egyébként szeretsz tanulni, úgy szívesen foglalkozol tanulmányokkal, vagy inkább ez egy ilyen kötelességből csinálod, vagy egyébként is szívesen csinálod? Valamennyire mind a kettő, itt bent jó elfoglaltság. Vizsgázások mikor lesznek, hogyan lesznek? Hát majd most december végén lesznek. Még nem volt egy sem, mióta itt vagyok. Oké, azt lenne a kérdésem, hogy itt házon belül hogy érzed magad, hogyan tudtál beilleszkedni, mi az, amiről azt gondolod, hogy
pozitív változás volt benned? Mit kaptál ettől, vagy mit kapsz ettől a helytől? Szerintem sokat fejlődtem. Elsősorban az, hogy letegyem a szert, másodszor pedig így az önbizalmam és az önértékelésem is fejlődött. Uh-huh. És hát fél éve vagyok bent. Korábban problémád volt az önbizalommal, vagy önbecsüléssel? Igen, hát úgy egészen hetedikig, vagy nem, hatodikig olyan kifejezetten csöndes voltam, és mindig otthon törtem ki. Uh-huh. És nyolcadikban meg így kinyílt a szám, de akkor meg túlságosan, és uh-huh. így mindenkit megbántottam akaratlanul. Uh-huh. Aztán valahogy így kilencedikre rendeződött, és akkor így jobban lettem. Uh-huh. Szeretsz-e olvasni? Szoktál-e olvasni? Igen, szeretek, és szoktam. Mit? Most éppen az Aranyketrecet olvasom, ami egy elme osztály életéről szól. De jó, mert érdekes. Egy barátnőm van, akivel itt bent is tartom a kapcsolatot, levélen keresztül. Ő az, aki úgy mindig kiáll mellettem. És tényleg még annak ellenére is, hogy ő ugyebár nem szerhasználó, de ő elfogadta, hogy én csináltam. Uh-huh. És ő kiáll mellettem még itt bent is. És a szüleiddel, családoddal a kapcsolattartás hogyan alakul, hogyan sikerül fejlődnie kapcsolatotoknak? Hát a viszonyunk nagyon rossz volt, mielőtt bekerültem, az is fejlődött itt bent. Apukám is úgy érzem jobban elfogadott, és hát anyukám bejön minden szerdán, és hétvégén, hogyha van kimenőm, akkor kivisz, mert hétvégénként ki lehet menni egy-két órára. Uh-huh. És apukámmal korábban nagyon rossz viszonyom volt, tehát tényleg mindig összevesztünk meg minden. És most így, hogy külön költöztek 2012-ben, vagy nem, 2015-ben. Uh-huh. 2015-ben így sokkal jobb, hogy megvan a kellő távolság. Uh-huh. Említetted, hogy van egy testvéred. Róla mit lehet tudni, milyen a kapcsolatotok? Vele igazából jó, hát 11 év korkülönbség van köztünk, úgyhogy mondhatni elők sok. Uh-huh. Most 6 éves, de amúgy nagyon aranyos, szeretem. Uh-huh. Gyerekeket úgy általában szereted? Igen. Uh-huh. És játszani szoktatok valamit, hogyha találkoztok? Hát így kifejezetten nem, csak így rajzolunk mondjuk, vagy ilyenek. Uh-huh. Azt kérdezném, hogy milyen zenéket szeretsz, egyáltalán szereted-e a zenét, és hogy milyen az ízlésvilágod? Igen, hát leginkább elektro és techno, meg régebben volt az indie. Uh-huh. Amit nagyon szeretek, az a Crystal Castles, Lana Del Rey, így ez a kettő. Igaz, nagyon különböző ágazat, de ez a két kedvencem van. Uh-huh. És azon gondolkoztál-e, hogy esetleg más műfaj felé is lehetne nyitni az érdeklődésedet? Most gondolok arra, hogy olyan komoly zenéket hallgatni, amilyen nagyon könnyed és nagyon befogadható. Van-e benned esetleg nyitottság, hogy más, tehát kicsit bővítsed az eddigi megszokott repertoárt? Hát nyitottság van bennem, de valahogy annyira nem. Mhm. Uh-huh. Én úgy gondolom, lehet, hogy tévedek, hogy aki művészi pályára készül, ott nem csak szigorúan a saját szakművészi iránya, amiben ő jó lesz, vagy amire ő fókuszál, hanem ugye művész emberek otthonosak a színházban is, otthonosak a zenében is, meg hát nagyon sok egyéb művészi ágban is úgy otthonosan mozognak. Hogy mit gondolsz arról, hogy milyen irányba mennél esetleg, vagy nyitnál esetleg színház, filmek, vagy irodalom irányába, mennyire vagy nyitott így egyéb más művészi ágak felé? Hát a színház és a filmek azok mindenképp érdekelnek. Uh-huh. Meg hát anyukám irodalom szakos tanár, úgyhogy abból is kapok valamennyit. Uh-huh. De egyébként így a filmek, amik így lekötnek. Uh-huh. Milyen filmeket szeretsz? Christiane F. Uh-huh.
ami igazából arról szól, ami velem is megtörtént. Segítségedre van, úgy érzed, hogyha olyan filmeket nézel, amiben úgy egy kicsit viszont látod önmagad? Igen, mindenképp, vagy legalábbis jó érzés. És mit gondolsz, hogy miért vált ez számodra fontossá? A film? Hát egyrészt azért, mert Berlinben játszódik, ami a kedvenc városom. Másrészt pedig ugyanaz történik a lányjal, tehát ő is egy szerhasználó lány, csak ő keményebb szereket használ, és ahogy így süllyed le, ő is ugyanannyi idősen kezdte, mint én, és így ugyanaz történik, és a végén ő is bekerül egy rehabilitációra. Említetted Berlint, miért pont Berlin a kedvenc városod? Voltál már ott? Voltam kétszer is. Hát valahogy úgy megfog az egész kultúrája. Ez nagyon szeretem a street artot, és az ott eléggé megtalálható. Hogyan telnek a napjaid így házon belül? Felkelünk, utána reggeli, utána takarítás, utána pedig 9-től délig kreatív, vagy hogyha úgy adódik, akkor éppen tanulás. Délután meg ebéd, utána csoport, és utána még van, hogy van még egy csoportunk, de az nem mindig is van, hogy délután is jönnek tanárok, ilyen matek vagy kémia, mindig délután jönnek. Mit gondolsz, hogy mik azok a dolgok, amik számodra igazán jó dolgok az életben? Hát nekem az, hogy igazából megtaláltam önmagamat, és hogy elég sok mindenen keresztül mentem viszonylag, és hogy mégis élek. Hogy állsz a külső programokkal, mert tudom, hogy jártok lovagolni, meg kirándulni, mennyire szereted ezeket az elfoglaltságokat? Én szeretem nagyon, mert addig se bent vagyunk, úgyis hát, hogy így jó kimozdulni. Úgyhogy én azt mindig nagyon szeretem. És lovagolni szeretsz? Hogy állsz a lovakhoz? Hát úgy sok közöm nincs hozzájuk, úgy különösebben nem szeretem őket, de így kimozdulni jó. Mit gondolsz a hitről? Hát, én elfogadom teljesen, hogy így van, de nekem így sok közöm eddig nem volt hozzá. Nem volt hozzá, és most esetleg változott valamit benned a dolog? Hát mióta itt vagyok, talán egy kicsit elkezdtem közeledni felé, de egyébként így ennyi. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánok neked, és nagyon sok áldást kívánok neked az életedben, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Te hoz
nem adtál életet, és mégis elszórom, tékozolom az éveket, igét, ha szól, a felszín téri csak, törd meg szívem, szánts bennem új barát. Szánst fel, uram, megkülöm szívem, égessen a bű, gyűlöljen lelkemet. Még egy beszélgető partnerem van, Fanni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a kérésemet, és szeretném megkérdezni, hogy hogy érzed magad? Én köszönöm szépen a meghívást, elsőleg. Köszönöm, jól érzem magam. Már elfogadtam, hogy ez van, tehát ezt kell tennem, ez a helyes út, ahhoz, hogy megjavuljak. Mert hogy mit kell rólad tudni? Mesélj egy kicsit magadról. Hát én 2001-ben születtem Budapesten, Dunakeszin élek a családommal, van egy öcsém és egy húgom. Anyuékkal élek, anyuék hál' Istennek együtt vannak. Van egy kutyám, egy mops, aki 15 hetes. És mit csinálsz így az életedben? Azt tudom, hogy tanulsz. Mit tanulsz? Most az általános dolgokat tanulom már a gimnáziumban, a biológiát, a történelmet, a matematikát. Tehát ezeket az alap dolgokat, 9-es vagyok egyébként. Szeretsz tanulni? Szívesen foglalkozol vele? Kint nagyon nem szívesen foglalkoztam vele, itt bent viszont leköt. Tehát eltereli a gondolataimat legalább addig, amíg tanulok. Mert tudom, hogy te már tanköteles koron túl vagy, és mégis nagyon erős volt a motivációt, hogy tanuljál. Honnan jött ez a belső késztetésed, hogy nem akarod abba hagyni? Hát igazából anyuék felől, meg az itteni gondozók felől is, meg a tanárom felől, aki itt tanít, mert kell az érettségi. Mert úgy érzem, hogy nélküle semmire nem fogok menni. Az életben. Úgyhogy ez fontos. Szóval. És mit gondolsz, hogy mivel szeretnél majd foglalkozni? Így a későbbiek folyamán, akár szakma, munka? Hát továbbra is, mert tanultam ugye eladói szakon, továbbra is ezt szeretném szerintem folytatni majd, ha kimegyek. Vagy valami, vagy gondozó. De szeretsz-e kirándulni? Szereted-e a természetet? Én nagyon szeretem a természetet, szeretek kirándulni, bár ilyen esős időben most pont nem, de egyébként igen, jó kimozdulni. És a kerti munkákra kapható vagy? Hát nehezen rávehető, de kapható. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit lehet tudni a barátaidról, kikkel tartasz kapcsolatot, kik a barátaid, milyen emberek? Fú, nagyon sok barátommal nem tartom a kapcsolatot, nekik is megvan a saját gondjuk. Most éppen, de egy lány van, aki támogat nagyon-nagyon. Ő őt is fél éve ismerem, és jelenleg jobb barátnő,
tehát vele tartom a kapcsolatot. Szüleiddel milyen a viszonyod? Hát mielőtt ide bejöttem, nagyon-nagyon rossz volt. Nem hallgattam rájuk sohasem, ami nagyon nagy hiba volt. De mióta itt bent vagyok, nagyon jó. Tehát őszintén tudunk már beszélgetni. És mit gondolsz a hitről? Hát hiszek benne egyébként, hogy van Isten. De volt már olyan, amikor nem hittem el. Tehát még a hittel nem vagyok túlságosan kibékülve, hogy őszinte legyek, de szeretnék Istenbe teljesen hinni. Tehát itt arra rá, amit már közeledek felé. Testvéreid vannak-e? Van egy öcsém és egy húgom. Az öcsém az 8 éves, a húgom pedig 13. Ők is tanulnak már. Nyelvtanulással kapcsolatban tanulsz-e valamilyen nyelvet, foglalkozol ezzel? Angol tanulok, de nagyon még alapfokon vagyok, úgyhogy tanulom, és remélem sikerülni fog ez is, úgyhogy ez is egy cél. Hát úgy tudom, hogy tanultok cukrászatot itt az alapítványnál, mit lehet erről tudni? Hát én mielőtt ide bejöttem, soha életemben nem sütöttem semmit, és itt bent nagyon-nagyon megszerettem. Tehát minden héten csütörtökön van nálunk sütés, és nagyon-nagyon jó. Tehát nagyon kikapcsolja az agyat, és nagyon jó. Tehát meg finomakat is sütünk, úgyhogy jó, nagyon. És miket süttök? Milyen sütik vannak? Hát linzert, akkor múltkor répatorta volt például. Mindent. Tehát amit éppen kell. Anyukádék nagyon büszkék lehetnek rád, hogy mennyi mindent megcsinálsz, ami ugye korábban nem volt rád jellemző. Szokták neked mondani, hogy Fanni, ez aztán igazán szép munka a részedről? Fú, nagyon sok fájdalmat okoztam anyáknak, és mostanában igen. Tehát egyre többször megkapom azt, hogy igen, látják a változást, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Mik a hobbiaid, vagy mi a hobbid? Hát igazából nincs nagyon hobbim, amikor megyünk lovagolni, régen is jártam, ugye azt nagyon szeretem. Meg akkor régen ugrókutereztem, tehát azzal még így mostanában is el lenni. Tehát mielőtt bejöttem, akkor is el voltam ilyen dolgokkal. De általában a séta, meg a zenehallgatás, meg akkor a táncolást. A sporttal, mozgással hogy állsz? Mennyire kedveled, szereted? Én szeretem nagyon, főleg itt bent, mert itt van idő bőven este rá, úgyhogy googolni meg ilyeneket általában szoktunk így közösen csinálni, akik így épp szeretnének edzeni, úgyhogy van rá lehetőség, igen, úgyhogy tök jó. És milyen zenéket szeretsz? Hát a magyar rappeket, akkor az amerikai, meg az orosz rappet, az nagyon sok mindent, igazából mindent, kivéve a rockot, mert azt nem. De egyébként mindent. És mi tetszik neked az orosz rapben? Érted a szövegét, vagy fordítani kell? Hát igazából nem értem a szövegét, de aki énekel, tehát a rappernek a hangja olyan jó, hogy így megfogtál. És ezt tetszik az egészben, hogy ilyen megfogom. És nem gondoltál arra, hogy utána nézz a fordításnak? Mert lehet, hogy olyasmiről énekel, hogy amivel már mondjuk nem tudnám mit kezdeni. Hát az Annával elkezdtünk orosz tanulni. Remélem, hogy annyira menni fog, hogy azt le tudom majd fordítani, és akkor meg tudom majd a dolgokat, hogy mit is énekel valójában, vagy akar mondani a szöveget. Főzni tudtál kint? Főztél korábban kint? Recept alapján tudtam főzni, rántott hús, meg sült krumplit alapban meg tudtam csinálni magamtól is. A palacsintával még mindig nem vagyok meg békében, mert állandóan nagyon olajos lett az egész, úgyhogy. De majd kimegyek most, mert talán jobban fog menni minden. Még azt kérdezném meg, hogy mi a kedvenc évszakod? Hát ez nehéz kérdés, mert igazából a nyár is jó, de abban csak az este, tehát nyáron az esték a jó, úgyhogy nyár. És akkor mit szólsz ehhez a november végi esős időjáráshoz? Nem befolyásolja a hangulatodat? Elég sok embernél ugye lehúzza a hangulatát, hogyha ilyen esős, rossz idő van. Nálad ez hogy van? Hát ma reggel is nehezen keltem föl, tőle meg nagyon fáj a fejem ilyenkor, de valahogy ki kell bírni. Mondtad, hogy Budapesten születtél, és most ugye elköltöztetek Budapest mellé. Szoktál visszajárni Budapestre? Mi az, ami tetszik esetleg ebben a városban, vagy szívesen visszajöttél, megnézted, vagy elmentél?
kikapcsolódni? Hát általában a nyugatiba, a West Endbe szoktunk feljárni, akkor a Margit szigetre, Budai várba, Gellért, egyre nagyon szeretek járni. Nagyon szép, tehát még mindig soha nem lehet megunni ezek olyan dolgok. És a plázának a hangulata neked tetszik? Bejön? Mert említetted a West End? Be. Nem érzed személytelennek? A plázát? Most ez egy kicsit meg is válaszoltam a saját magam kérdését. Hát személytelennek. Hát de már de. Tehát összehasonlítom mondjuk egy kis bolttal, ahol van egy kis eladó néni, tehát szemben egy ilyen nagy bevásárlóközponttal úgy el tud benne tűnni az ember. Hogy éled meg ezt esetleg, hogy te is úgy eltűnsz benne? Hát én nagyon szeretek eltűnni a dolgokba, úgyhogy én azt nagyon élvezem, mikor így elmegyünk, és így el lehet ott kicsit mászkálni, tehát hogy eltelik fel az idő, és az is egy kikapcsolja az agyat, tehát az is teljesen jó rá. Úgyhogy jó így eltűnni, tehát meg... Miket szeretsz vásárolni? Hát ruhát, meg cipőt, tehát én amúgy vásárlásmániás vagyok, tehát hát egyszer, majd kétszer muszáj. Állatokkal kapcsolatban, ha kérdezlek, milyen állatokat szeretsz? Fú, a kutyákat nagyon szeretem. Meg volt teknősöm is, meg nyulam is. Csak hát a teknősöm az elszökött. Úgyhogy, de igen, szeretem az meg a lovakat. Még azt kérdezném, hogy mit gondolsz a korodbeli fiatalokról, te hogyan látod őket? Hát én igazából csak a rosszat látom, tehát bementünk egy szórakozó helyre, ott is csak a rosszat látni. Tehát már ez lassan természetessé válik, hogy valaki kábítószerhez vagy más szerhez nyúljon. Ez már sajnos természetes dolog a mai világ. És hogyan lehet kimaradni belőle, mit gondolsz? Most egy picit te már eltávolodtál ettől a témakörtől, ha így visszanézel rá, akkor látsz-e megoldást, javaslatokat így fiataloknak? Tudni kell, nem lehet mondani, csak néha nehéz, mert hogyha a társaság többi részét csinálja, akkor én miért ne? Ez a kérdést, ezt nagyon sokan felteszik, vagy azért, hogy menő legyek, azért csinálom. Tehát ezért csinálja nagyon sok fiatal most, és talán előtte át kéne gondolni azt, hogy mivel járhat. Tehát, de nagyon sok mindenki ebben bele se gondol. És most ezért jó, hogy már itt vagyok lassan 4 hónapja, hogy tudom, hogy hogyan lehet nemet mondani. És mennyire magányosak a fiatalok, mit gondolsz? Hát nagyon sok szülő elhanyagolja a gyermekét, tehát nagyon sok szülő nem figyel rá eléggé, nem adja meg neki azt a szeretetet, amire szüksége lenne, és a drogba élik ki magukat, vagy más utakon. És mit gondolsz, hogy hogyan volna érdemes helyesen élni? Helyesen élni? Hát kéne valami sport mindenkinek, amivel lefoglalják, akkor magukat ugye az emberek. Vagy akár egy olyan baráti társaság, akik nem lehúznak, hanem inkább fele. Mit gondolsz a megbízhatóságról, illetve a saját magad megbízhatóságáról? Hát igazán, hogy őszinte legyek, nem nagyon voltam megbízható, főleg anyuék szemében, de már arra törekszem inkább, hogy megbízható legyek, mert ez nagyon fontos szerintem egy emberben, hogy megbízható legyen, mert bizalom nélkül nincs semmi. Mit gondolsz, Fanni, hogy miért drogozik a mai ifjúság? Hát szerintem ez így felszabadítja őket. Tehát egy olyan érzést tud adni a drog, ami szerintük felszabadultságot ad, és a gondok elől kimenekít. De ez csak egy átmeneti idő. De ezt nem tudják akkor. És mire már fel észbe kapnának, addigra már függők lesznek. És arról mit gondolsz, hogy hogyan lehetne segíteni, mondjuk egy korosztálybéli fiatal, hogyan tudna segíteni egy korabeli fiatalnak, hogyha látja rajta, hogy elindult lefele a lejtőn? Hát megpróbálni lebeszélni róla, vagy behozni egy ilyen helyre, tehát egy rehabilitáció részt venni, vagy pszichiáter segítségét kérni például, hogy akkor gyógyszerekkel addig, még ez el nem múlik, addig kezeljék. Tehát nagyon sok megoldást lehetne rá találni. Tehát ott egyet értesz azzal, hogy ki kell emelni a fiatalt a környezetéből? Igen. Oké. Hiszel-e abban, hogy a saját példának az ereje az nagyon, nagyon nagy hatással tud lenni más még használó, szerhasználó emberekre?
Hát én hiszem, de ehhez igazából ők is kellenek. Tehát, hogyha ők nincsenek, és én beszélek hozzájuk, akkor semmit nem ér az egész. Kedves nézőink, véget ért műsorunk. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Találkozunk a következő alkalommal. Isten áldja Önöket, viszontlátásra!